A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival. Hát kérem szépen, a tőzsdénkünk van egy új spekuláns réteg, aki így vándorlás időként beledurrant egy lisztes edénybe. Most éppen Master Plastot találták meg. Tegnap limittel emelkedett 15%-kal 632 forintra. Ez csak az apropóját adja a beszélgetésünknek, igazán a cég hátterére, fundamentumaira vagyunk kíváncsiak, és ebben lesz segítségünkre. Le Fung Haitán, a Concord Értékpapír ZRT elemzője. Szia, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Az év elején beszélgettünk utoljára Szakival a Master Plastról, és akkor annak kapcsán, ugye, hogy mindenki az idei évet az ingatlan piac egy újabb jó évének minősítette, nagy dinamikus emelkedéssel, építőipari bővülések, és akkor eszünkbe jutott, hogy akkor mint építőanyaggyártó és forgalmazó cégről beszéljünk, és azóta valaki vagy találkozott a számaival, gyors jelentéseivel, vagy nem. A lényeg az, hogy kicsit kevesebbet hallunk róla, úgyhogy arra szeretnénk kérni, hogy helyezzél minket képbe, hogy hogyan működnek, milyenek a fundamentumok, és esetleg a tegnapiról csak annyit, hogy most ez a 630 forint környéke, ez a fundamentumokkal összevetve, hogyan néz ki ez az árfolyam? Igazából tegnap előtt nagyjából késő délután jött a hír, hogy a Masterplastot átcsorolják a prémium kategóriába. Lehet, hogy az áremelkedés az ennek is köszönhető, bár én kicsit túlzónak érzem, hogy egy nap akkor hirtelen ez a részvény 15%-ot úgy hirtelen erre a hírre menjen, de persze ez lehet a részleges oka az áremelkedésnek. Ami a fundamentumokat illeti, ugye igen, ahogy te is mondtad, vagy ti is mondtátok, évelején beszélgettünk, hogy ez az ingatlanpiaci boom, az alacsony a kamatkörnyezet, az vajon melyik papírnak vagy papíroknak kedvezett, ez ugye a Masterplast, illetve a Duna House, ami ugye ez a két iparági cég, aki az EU profitálhat ebből. Most a Masterplast első fél éve alapján nem annyira látszanak a számokon, tehát az árbevétel ugyan nőtt 10%-kal év per év az első fél évben, ugyanakkor a mars tartalom az csökkent 2016-hoz képest, ez a bérköltségeknek is köszönhető, illetve a Masterplast most mutatja fel a gyárát Szerbiában, és ez is egyelőre inkább viszi a költségeket, mint hogy az eredményhez hozzáadjon. Amit tudni kell azonban, hogy a legerősebb negyedév az általában a harmadik negyedév szokott lenni, tehát nincs minden veszten, meg úgy gondolom, hogy azért van esély arra, hogy bepótolják azt, ami esetleg lemaradt az első fél évben. Az meg ugye novemberben derül ki. Uh-huh. Alapvetően a hátszél az megvan szerintem abszolút. Aha. Ilyen hazai meg export értékesítés ilyenek, azok rendben haladnak? Tehát az alapján azt mondható, hogy ilyen szempontból is jól működik a cég? Igen. Tehát a magyar árbevétel az nagyon szignifikánsan nő, tehát 20%-kal év per év. Nem ebben a szegmensben van a baj, ahol igazából kicsit gyengébb lett a vártnál az értékesítés, a Szerbia, illetve Románia, ahol nagyon erős a verseny. Aha, világos. Árazás tekintetében nem tudom, hogy ilyen célárat megfogalmaztok-e a papírra, vagy csak úgy figyelitek és elemezgetitek a fundamentumokat. Hol van a szerintetek a fair értéke, vagy a 12 hónapra belőhető célára? A 12 hónapos céláram az nagyjából itt van egyébként, az év végi az 550 forint, az idei év végi. Én azt gondolom, hogy a harmadik negyed év az, ami igazából megmutathatja, hogy ez hogy valóban indokolja ez az áremelkedést. Tehát az eredmények is mögötte vannak-e, vagy tényleg csak esetleg ez az index átsorolás, vagy prémium kategóriába való átsorolás, vagy esetleg van valami a háttérben, amiről mi nem tudunk, és amiatt van árfolyamemelkedés, de hogyha nehéz a Masterplastnál versenytársakat, tőzsdényezett versenytársakat találni, én a Wienerberget szoktam nézni, ami iparágban egyébként hasonló, az egy téglagyártó, de egyébként üzleti modellében teljesen különböző, és nagyjából egy kicsi diszponton forog a Masterplast, amit egyébként az alacsony forgalom egyébként indokolhat is. Aha, világos.
Jó, hát erre sem volt baj tegnap, ugye, vagy panasz, ugye, hogy a 300 millió forgalomba vették, vagy adták a papírt. Jó, hát akkor meglátjuk, hogy a fundamentumok... így van, kvázi... szerintem november közepén jelent a cég, azt érdemes figyelni. Oké, kicsit jobban fogjuk, és esetleg hívunk megint, hogy magyarázatot adj nekünk. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot! Köszi, szép szia. Napot nektek is, hello! Lefogunk Hájtán, a Concord Értékpapír ZRT elemzője segített nekünk bekerülni a Masterplus részvényeivel kapcsolatban. Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.